Akit nem ismeri, még a feleségemet bemutatom. Kis felesége. Szeretném én elmondani a mi esetünket. Ezen azt érteném, hogy mekkora kárt tud okozni egy bank egy családnak. 2006-ban fölvettünk 12 millió forintot. Amikor mielőtt fölvettük a pénzt, a több hitelügyintézővel beszéltünk, hogy akkor még azt mondták, hogy 10-15%-on belül nem fog elmozdulni a svájci frank. Ugye most már tudjuk azóta, hogy hova jutottunk. Mindegy, 20 évre vettük fel ezt a pénzt. 8. évben már kifizettünk 9.800.000 forintot a 12 millióból. Egy kicsit utána jártunk, természetesen a bank nem akarta az igazat megmondani. Egyszer 25, egyszer 33 millió forintot mondtak, ennyivel tartozunk. Ugye, tavaly volt egy kilakoltatás Dunahalasztin, elmentünk a feleségemmel, és ott leesett az árunk, és akkor nyílt fel a szemünk tulajdonképpen, hogy hol is tartunk mi. Ugye volt egy nyaralunk, már beáldoztuk 8 millió forintért. De volt a lányomnak 500 ezer forintja, kölcsönkértük. Az anyámtól kértem 500 ezer forintot, kölcsönkértük. Az anyósomtól nem tudom mennyit kértünk kölcsön. Volt egy jó menő szerszámkészítő vállalkozásom, az eszközöket adtam el már magam alól, és amikor befizettem a havi 200 ezer forintot, 270 ezerre nőtt a tartozásom minden hónapban. Ugye megismerkedtünk a Nem adom a házam mozdalom, a Kultalacival, a Pirma Jelandással, a többi harcostársunkkal, és ott akkor elhatároztuk a feleségemmel, hogy innentől kezdve nem fizetünk egy rohadt forintot sem, mert már csak a házunk van, és ezt már nem fogjuk elveszíteni. Ugye olyanok lettünk, mint az állatok, a sarokba szorított állatok. Most már nem védekezünk, már támadunk, mert nincs hova elmenekülni. Ezért mondom azt, hogy azóta jönnek a behajtók, mert a bank nem tud már a pénzéhez hozzájutni, küldik ezt a sok bocskos rohadt szemét behajtó gazembert, akiket legközelebb, ha kijönnek, bizonyisten ott fogom agyon verni. Ugye a behajtóknak nincs több jobbunk, mint nekünk, vagy akárki itt, akik körülöttünk állnak, de a sok ember meg van félelmítve, és azt hiszi, ha ránéz egy behajtó, rögtön össze kell szarnia magát. Nem! Ki kell hívni a rendőrséget, és az majd bilincbe elviszi, mert ugye ha a háznál zaklatnak, 1-5 évig terjedhető szabadságvesztés árése, ami telefonban, 1 évig terjedhető szabadságvesztés árése. Tehát mindenkinek azt mondom, bátran álljon ki a jogaiért, vegye fel a harcot, és le kell váltani ezt a rohadt, meg kell szüntetni ezt a mocskos, bankos oligarchát, akik itt uralkodnak a szegény magyar embereken. Hajrá! Hajrá! Befizetjük a pénz hiánya a bank halála! Mi lesz a többi bankkal? Hát mi akartam valamit?